Tetszenek a fények és a formák ebben a b-rollban. Ami alatt készítettem ezeket a krémes kis klippeket, úgy éreztem, hogy a kreativitásom csak így felrobban. Miért? A Nenlight-nak a Spotlight projekciós és a Forza 150-es fényének köszönhetően. Ezzel a kittel olyan kreatív helyzeteket tudok alkotni, vagy egy konkrét részre rávilágítani a fókuszt, amit máshogy nem is tudnék csinálni. És a legjobb az egészben, hogy tök egyszerű. Miért? Hogy kell csinálni? Pontosan erről szól ez a videó, ahol BTS-ben megmutatom, hogy hogyan vettem fel, és hogyan editáltam ezt a creamy b-rollt. Plusz megmutatok egy hacket, amivel nagyon egyedi dolgokat tudsz csinálni, úgyhogy mindenféleképpen nézd végig a videót, kezdjük is el, de előtte intro. Csapjunk is bele, nézzük meg, hogy hogyan néz ki a set. Nézzük át a settet, most egy Air Jordant fotózunk, közbe bevágom, hogy hogy néznek ki. Van nagyon sok RGB csőfény, füstgépünk van, flexible ledünk, fogunk fotózni is, fogjuk használni az Edelkron Slidert, ugye az A7S 3-mal, rengeteg behind the scenes, és ami nagyon érdekes, itt van a Nenlight-nak a projektorja, a Spotlight projektora. Hogy érzed? Air Jordan 1 Mid Sonic. Jó, nem egy Air Jordant fotózunk, egy Air Jordan 1 Mid Sonicot. Fiú, nem ugyanaz. Egy Air Jordan 1 Mid. Milyen? Mim? Amit még meg szeretnék mutatni, az az, hogy micsoda DIY hackkel vettük fel, illetve rögzítettük magát a cipőt. Damilokkal, csipeszekkel, egy C-standen, de működik, és használjuk ezeket a backdropokat, egy newer tartórendszer, amire ráraktam egy ilyen hármas tartót. Kettő jelenetet szeretnék neked megmutatni, az egyik, ahol ezeket az érdekes árnyékokat, fényeket csináltam, a másik pedig, amikor konkrétan a terméket és a címkét emeltem ki. Szóval kezdjük az elsővel. Itt az volt az ötletem, hogy valami misztikus dolgot csináljak, hogy gondolkozzon a néző, hogy mi történik, hogy van ez, és direkt az egész fókuszt a termékről a teljes jelenetre helyeztem át. Azért akartam ezt megcsinálni, mert ez egy nagyon erős kontrasztot ad a másik jelenettel, ahol az egész fókusz konkrétan csak a terméken volt. Szóval nézzük meg, hogy hogyan alakítottam ki itt a fényeket, de elmondom a titkot. Projekció és gobók. Ez nem a tipikus góbod, mert ahogy láthatod, még használtam füstöt is, hogy ezáltal még jobban törjön meg a fény és izgalmas legyen ez az egész jelenet. Mennyire király! Hogyha tetszett neked ez a jelenet, akkor mindenféleképpen mutasd meg úgy, hogy lájkolod ezt a videót, tök sokat jelentene. A másik dolog pedig, hogy szeretném megkérdezni tőled, hogy használtál már ilyen spotlight cuccot valaha, és mit gondolsz egyáltalán a góbokról? Látod a saját alkotási folyamatodban? Kezdjünk el beszélgetni, és kommentelj egyet, kérlek. Oké, menjünk át a második klipre, ahol azt hittem, hogy így kiugorjon maga a termék. Szóval a helyzet az, hogyha bármilyen nagyobb softboxot használunk, gyönyörű, tényleg egyenletesen lágy fényeket kapunk, amit tudunk diffúzálni, de az az egész jelenetben van. És mi van, hogyha csak egy konkrét részre szeretnénk a fókuszt irányítani? Hát erre a legjobb megoldás, hogyha egy spotlight projektort használunk, és arra az adott részre fókuszálunk. És pontosan ez az, ami ebben a jelenetben is van. A benne lévő kis pengéknek köszönhetően pontosan a címkét és a terméket előtérbe tudtam hozni. Ha még egy következő szintre szeretnéd emelni a dolgot, akkor lehet mondjuk a fénynek az erősségével játszani, vagy mondjuk egy elektromos slidert, vagy jibet használni. Szóval ebben a jelenetben én pontosan ezt szerettem volna, hogy így előkerüljön a semmiből ez a
termék, és legyen benne valamilyen mozgás, és ez adja azt a dramaturgiai ilyen feszültséget, ha úgy tetszik. Úgyhogy most nézzük meg, hogy milyen volt a BTS, milyen volt a nyers felvétel, és milyen a végeredmény. Azt tetszik nekem a legjobban ebben, hogy annyira egyszerű, de mégis egy egyedi eredményt hoz. És pontosan ezért lett a Spotlight Kit az egyik kedvenc eszközöm az ilyen típusú felvételekhez. Egy másik nagyon fontos dolog viszont a hangeffektek. Hogyha már láttad más videóimat, ki se tudom mondani, akkor tudhatod, hogy mennyire utálom, amikor van egy nagyon király B-roll videó, de a haba tortán kimarad a hangeffektek. Ígérjük most meg egymásnak, hogy mi nem csinálunk ilyen hibát, oké? Okay? Na, most viszont nézzük meg a teljes B-rollt zene nélkül, csak hangeffektekkel, és figyeld, hogy konkrétan a fényváltozásokat hogyan követtem le a hangeffektekkel. Egy teljesen más szint. Ez a B-roll ennyi, de már rengeteg B-rollt csináltam, úgyhogy ha érdekel, hogy még milyen krimi B-rolljaim vannak, akkor nézd meg ezt a videót. És amúgy, ha még nem láttad volna, a Spotlight Kitről is van egy külön review, amit ugyanúgy ide helyezek. Ha most találkoztunk először, akkor kérlek, nyomj rá a feliratkozás gombra a kis csengővel együtt, lájkolj, kommentelj, míg rengeteg tartalmam fog jönni, biztos, hogy találsz benne pár érdekes dolgot, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, remélem, hogy még találkozunk, mondjuk ezekben a videókban. Kattints! Szia! Sziasztok!